Sok szeretettel üdvözöllek! Ebben a videóban farizom erősítő gyakorlatokat fogunk végezni, és bár a megnevezésből úgy tűnhet, hogy ez a gyakorlás most kifejezetten a test erősítéséről szól, ugyanúgy, ahogy a minden jóga órán, itt is kulcsfontosságú szerepet fog játszani a légzés és a figyelem is. Úgyhogy biztatlak rá, hogy amellett, hogy elvégzed a fizikai testeddel ezeket a néha akár erősebb gyakorlatokat is, ugyanúgy legyen tudatos a légzésed, és ugyanúgy kövesd figyelemmel, hogy mi történik valójában benned, amellett, hogy dolgoznak az izmaid, mi történik a mélyebb szinteken, milyen gondolataid vannak, milyen érzéseid, vagy az is lehet, hogy végig csend lesz benned. Az a lényeg, hogy ne csak a testeddel gyakorolj, gyakorolj a figyelmeddel is, és legyen tudatos végig a légzésed. A szőnyeg elején helyezkedj el, kérlek, egy állásban. Ahogyan minden gyakorlást, ugye ezt a mostanit is egy rövid ráhangolódással fogjuk kezdeni. Lehetnek összezárva a lábak, vagy hogyha ezt nagyon kényelmetlennek érzed, akkor nyugodtan hozd a lábakat egy pici terpezbe. Itt figyelj rá, hogy a külső talpélek legyenek párhuzamosak. Tehát először igazíts ki a talpakat, picit emeld el a lábujjakat, tárd szét őket, és így engedd vissza őket a földre. A talp külső élét told le a talajba, és a talp belső boltozatát húzd fölfelé. És miután a talpakon keresztül elkezdted stabilizálni ezt a tartást, emeld a figyelmet föl, állíts be a medence helyzetét. Lehet, hogy neked egy picit hátra, lehet, hogy egy picit előre kell billentened. Próbáld megtalálni a középhelyzetet. És hogyha beállítottad a medencédet, nyújtóztasd meg a gerincet. Nyújtózkodj a fejtetővel magasra az ég felé. Körözz egyet a vállakkal hátra. Nyisd meg a mellkast, és zárd össze a két tenyeret a szív előtt. Hunyd be a szemeket. És egy pár lassú, tudatos, mély légzéskört kövess a figyelmeddel végig. Ez segít abban, hogy meg tudj érkezni. Ne csak a testeddel, tényleg a figyelmeddel is ebbe a mai gyakorlásba. Legyen a légzés természetes, puha, mély és egyenletes. Csak kövesd, ahogy áramlik a levegő. Koncentrálj. Ne kalandozz el. Csak figyeld, ahogy lélegzel. Még három lassú, mély légzéskör. És hogyha megvolt ez a három kör, vegyél egy mély levegőt, jól esően sóhajts egyet. És csak figyeld meg, hogy ez alatt a néhány másodperc alatt picit csendesebbé vált az elméd. Sikerült-e jobban megérkezned? És aztán lassan
Engedd majd kinyílni a szemeket, pislog párat. Hogyha jól esne, akkor védj még egyszer egy mély levegőt, újra sóhajts egy nagyot. És lassan engedd le a karokat. Hozd ki a lábakat. Szőnyek szélére. És a következő belégzésre emeld mind a két kart fel a fülekhez. Nyújtózkodj meg a kézujjakkal jó magasra. Majd kilégzésre engedd a bal tenyeret a bal csípőre. És kezdj el a törzsel hajlítani balra. A jobb kar alatt fordíts fölfelé az arcot. És belégzésre gyere vissza föl, nyújtozd magasra a bal karral. Kilégzés, jobb tenyér a csípőn, hajlíts most jobbra, bal kar alatt nézz fölfelé. Belégzés, gyere vissza középre, nyújtozd magasra. Kilégzés, bal tenyér a csípőn, hajlíts balra. Belégzés, vissza közé. Kilégzés, jobbra hajlíts, ha jól esik, menj bele jó mélyen. Belégzésre gyere vissza, még egy-egy utolsó. Kilégzés, balra hajlíts. Belégzés, vissza közép. Kilégzés, jobb. Belégzés, vissza, nyújtozd meg. És kilégzésre engedd le a karokat. Hozd vissza a lábakat csípő szélességbe. Hajlíts be a térdeket. És a következő belégzésre hozd ki oldalra a karokat. Legyenek behajlítva a könyökök. Szorítsd ökölbe a kezeket. És amennyire csak tudod, nyisd meg a mellkast, nyisd meg a torokterét, homoríts bele. Közelítsd hátul egymáshoz a lapockákat. Itt egy mély belégzés. És kilégzésre gyere át a domborításba, billen a medence hátra, közelít az államellkashoz, összeérnek az alkarok. Belégzés, előre billen a medence, nyit a szív, nyit a torok. Kilégzés, domború a hát. Még egy utolsó kör. És majd a belégzés után kilégzésre gyere vissza középre, nyújts ki a lábakat. Engedd le magad mellé a karokat, csak egy pillanatra hunyd be a szemeket. Ha jól esne, sóhajts egyet. Majd ismét nyisd a szemeket, zárd össze a lábakat. És hozd át a jobb lábra a testsúlyt. Segít, hogyha most a tekinteteddel keresel egy fókuszpontot, amiben bele tudsz kapaszkodni. Én is az egyik lábon fogunk egyensúlyozni. Hozd át a testsúlyt a jobb talpra. Hozd a tenyereket csípőre, és kezd el elemelni a bal lábat, hozd a térdet a mellkashoz, majd forgasd ki oldalra a lábat, és próbáld meg ne leérinteni a bal lábujjat a földre, így folytasd tovább a körzést a térdel. Igyekezz megtartani közben az egyensúlyt, és kezd el a figyelmet a bal csípőre vezetni. Figyeld, hogy mi történik, mozdulat hatására benne. Ne kapkodj, ne siess, legyen a mozdulatod tudatos. És fordítsd meg a körzés irányát, most először oldalt emeld, és kilégzésre elölengedd le. És közben igyekezz megtartani az egyensúlyt. Még egy utolsó. És hogyha megvolt, még mindig maradjon elemelve a bal térd. Kulcsold össze a kézujjakat a térden. Húzd a lábat közel a mellkashoz. Tartsd meg az egyensúlyt, lélegezz. És még mindig ne engedd le a lábat. Fogd meg most hátul a bokát, mind a két kézzel, és finoman kezd el hátra billenteni a medencét.
két tér legyen egymás mellett. Figyeld meg, hogy hol érzed a nyújtást, oda lélegezz bele. És aztán lassan engedd el a bal lábat. Engedd vissza a talpat a földre. Egy pillanatra ismét hunyd be a szemeket. Csak figyeld meg, érzel-e esetleg különbséget a két láb között. Hogyha jól esne, sóhajts. És ismét nyisd ki a szemeket. Hozd a testsúlyt most a bal talpra. Kezek a csípőn. Keresd meg a fókuszpontot. Emeld el a jobb térdet, és kilégzésre oldalt engedd le, és próbáld meg itt is a lábat a talaj fölött megtartani. Vidd a figyelmet most a jobb csípőre. Érezd, hogy mi történik, légy rá tudatos. Még egy utolsó kör ebbe az irányba, és aztán fordítsd meg a körzés irányát. Még egy utolsó. És hogyha megvolt, akkor hozd a jobb térdet a mellkashoz közel. Kulcsold össze a kézujjakat. Tartsd meg az egyensúlyt, lélegezz. Emeld a térdet minél közelebb a törzshöz. És aztán engedd el a lábat. Még mindig tartsd meg a talaj fölött. Hátul fogd meg a lábfejet. Két térde egymás mellett, és finoman billen a medence hátrafelé. Figyeld a nyújtás érzetét, lélegezz bele. És lassan engedd el a jobb lábat, tedd le a talpat a földre, hunyd be újra a szemeket. Végy egy mély levegőt, sóhajts egy nagyot. Lassan nyisd a szemeket, pislog párat, zárd össze a talpakat, és újra hozd át a testsúlyt a jobb talpra, emeld el a bal lábat, térdet hozd a mellkashoz, tenyereket zárd össze a szív előtt, és indulj el a bal lábbal hátrafelé, kezd el hátul kinyújtani, és minél messzebbre tedd le a lábujjak alatti párnát. Igyekezz elegánsan kivitelezni a mozdulatot, figyelj az egyensúlyra, és hogyha kell, akkor nyugodtan utólag igazíts rajta, jobb térd a boka fölött legyen, bal térd hátul legyen elemelve, bal sarok nyújtózik, tenyerek egyelőre a szív előtt, tartsd meg itt az egyensúlyt, lélegezz, és próbáld meg egy kicsit, csak egy pár milliméterrel még lejjebb engedni a medencét. Egyenletes, lassú, mély a lélegzet. És hogyha megvan az egyensúly, akkor elindulunk a mozgásba. Belégzésre óvatosan kezd el kinyújtani a jobb lábat, és hozd a karokat föl a fülekhez, legyenek a karok válszélességben. Kilégzésre hajlít a jobb térd, süllyed le a medence, engedd le magad mellé a karokat. És belégzés, nyújt a jobb láb, emel a két kar. Kilégzés, süllyed a medence, hajlít a térd. Folytasd így. Mélyen lélegezz, hagyd, hogy vezesse a mozdulatodat, a levegő áramlása. Koncentrálj magad előtt egy fix pontra, tartsd meg az egyensúlyt. És hogyha tudsz, akkor minden kilégzésre egy-egy millimétert még ereszkedj lejjebb. Tényleg érezd meg, ahogy dolgozik a test. Még egy utolsó kör. És majd a kilégzésnél, mikor hajlítottad a jobb térdet, engedd le a karokat,
Döntsd előre a törzset, fektess fel a mellkast a combra, és nyújtózkodj hátrafelé a kézujjakkal. Fejtetővel előre, bal sarokkal hátra, és indulunk újra a mozgásba. Belégzésre gyere, emelkedj föl, most marad behajlítva a jobb térd. Kilégzés, fektess fel a mellkast a combra, nyújtózz hátra a karokkal. Belégzés, emelkedj föl. Kilégzés, dönts előre, tarts ki, lélegezz. Belégzés, emelkedj. Kilégzés, dönts. És belégzésre gyere, emelkedj föl. Majd a kilégzésre tedd le a kézujjakat a földre, és nagyon finoman, óvatosan kezd el kinyújtani a jobb lábat. Hajolj rá puhán előre. Figyelj rá, hogy csak annyira legyen kinyújtva a lába, amennyire jól esik. Egy picit pihenj meg itt a nyújtásban, de továbbra is maradj éber a figyelmeddel. Ne kalandozzál. Figyeld a testérzeteket. Figyeld, ahogy áramlik a levegő. Még egy hosszú kilégzés. Belégzésre hajlíts be a jobb térdet, hozd előre a testsúlyt a jobb talpra, és emeld el hátrafelé a bal lábat. Előre nyújtózkodj a fejtetővel, támaszkodj nyugodtan meg a kézujjakon, picit hajlíts be a jobb térdet, és lassan, megtartva az egyensúlyt, óvatosan kezdj el felemelkedni állásba, hozd a tenyereket a szív elé, és hogyha végén megérkeztél, tedd le a bal talpat, engedd le magad mellé a karokat, hunyd be a szemeket, csak figyeld a hatásokat, érzeteket. Közben lélegezz, jó mélyen. És aztán lassan egyet sóhajts. És engedd a szemeket kinyílni. Pislog párat. És megyünk át a másik oldalra. Zárd össze a tenyereket a szíved előtt. Hozd át a testsúlyt most a bal talpra. Kezd el elemelni a jobb lábot. Először emeld a térdet a mellkashoz. És innen kezd el a jobb lábat hátrafelé kinyújtani. Elegánsan, lassan végig figyelve a mozdulatot. Tedd le hátul a jobb lábat minél messzebbre. Lábujjak alatti párnák a földön. Hogyha kell, akkor nyugodtan igazíts rajta. Bal térd a boka fölött legyen. Jobb sarok nyújtózik hátra. Térd marad elemelve. Tenyerek összeérintve a szív előtt. És hogyha tudod, akkor még egy picit engedd lejjebb a medencét. Tényleg érezd meg, ahogy dolgoznak az izmok. Hogy dolgozik a test. És hogyha megvan az egyensúly, elindulunk a mozgásba. Belégzésre nyújt a bal láb, nyújt a két kar a fül mellett. Kilégzés, hajlít a térd, süllyed a medence, engedd le a karokat. Belégzés, emelkedj. Kilégzés, engedd le magad. És folytasd így. Légzés vezeti a testet. Segít a fókuszpont abban, hogy meg tud tartani az egyensúlyt. Ne siessd el a mozdulatot. Végig lassan, tudatosan végezd a gyakorlatot. Még egy utolsó. És a kilégzésnél állj majd meg, engedd le a medencét, engedd le a karokat, és fektesd fel a mellkast a bal combra. Nyújtózkodj hátrafelé a kézujjakkal, előre a fejtetővel.
És hogyha megvan az egyensúly, indulunk itt is a mozgásba. Belégzésre emelk egy föl, karok a fülek mellett marad behajlítva a bal tért. Kilégzés, dönts előre. Lélegezz, mélyen be, emelk egy föl. Hosszan ki, dönts előre. Mélyen lélegezz be. És hosszan ki. Majd a belégzésre emelkedj. És kilégzésre tedd le a kézujjakat a földre. Óvatosan kezd el kinyújtani a bal lábat. Csak annyira, amennyire jól esik. És egy picit pihenj meg itt a nyújtásban. Még egy teljes kilégzés. Belégzés, hajlít a bal térd, hozd előre a testsúlyt a bal talpra, kezd el elemelni hátra a jobb lábat, nyújtózkodj meg a lábujjakkal hátra, fejtetővel előre, támaszkodj nyugodtan a kézujjakon, keresd meg az egyensúlyt, és lassan, óvatosan, milliméterről milliméterre, kezdj el felemelkedni állásba. Zár a két tenyér a szív előtt. Tényleg ne siess, itt is csak a legvégén érintsd le a lábat, hogyha megy. Ha megérkeztél, tedd le a jobb talpat. Engedd le a karokat. Hunyd be a szemeket. És csak figyeld a hatásokat, érzeteket. Lélegezz, akár hogyha jól esik, sóhajts. Majd ismét engedd a szemeket lassan kinyílni. Legyenek összezárva a talpak. Egyenesíts ki a hátat, nyújts meg a gerincet. És a következő belégzésre hajlíts be a térdeket. Emeld a karokat föl a fülekhez, érkezz meg egy széktartásba. Hozd a testsúlyt hátra a sarkak felé. És egy-egy milliméterrel még engedd lejjebb süllyedni a medencét. Mélyen lélegezz be, és hosszan ki, tartsd meg. Még egy belégzés. És kilégzés, zár a két tenyér, nyújt a láb, egyenes háttal dönts előre, majd hajolj meg. És hogyha megérkeztél az előrehajlásba, hozd ki a talpakat csípőszélességbe. Fogd meg az ellentétes könyököket, egy picit ringasd magad oldalra, jobbra-balra. Nyugodtan lazulj bele, puhulj bele ebbe a ringatásba. Egy picit pihenj meg benne. Majd állítsd meg a mozgást. Engedd el a könyökök fogását. Tedd le a tenyereket, és sétálj hátra a lábakkal. Érkezz meg egy térdelő támaszba. Igazíts ki a tartást, legyen a két tenyér a vállak alatt, és a térdeket pedig zárd össze hátul a medence alatt. Kézujjakat tárd szét. Maradjon lent a jobb térd a földön. Emeld el a bal térdet, és nyújtozz meg a lábujjakkal jó magasra. 90 fokban legyen behajlítva a láb. Tartsd meg itt. Lélegezz egy párat jó mélyen. Tudatosítsd közben, hogy mi történik a testben. Legyen rá figyelmed, éberséged, és közben lélegezz, mélyen be, hosszan ki.
Még egy teljes belégzés. Kilégzésre hozd a bal térdet közel a homlokhoz, domború a hát, told magad a tenyerekből, tartsd meg itt egy kicsit, aktív a has, folyamatos a légzés itt is. Még egy hosszú kilégzés. Belégzésre most nyújts ki hátra a bal lábat, nyújtózd meg a fejtetővel előre, és ismét csak tartsd meg, lélegezz, így legyen jó magasan a bal láb. Még egy mély belégzés itt. Kilégzés, újra jön a bal térd a homlokhoz, domboríts. Belégzésre homoríts, legyen behajlítva a bal láb, nyit a mellkas, nyit a torok, és hozd a bal sarkat most még közelebb a medencéhez, és kezdj el a bal térddel körözni a levegőben. Kör minden pontját figyeld végig, sehol ne siessd el. Akár be is hunyhatod a szemet, hogy még jobban tud érezni, mi történik a testben. Hogyan aktiválódnak a farizmok, mi történik a csípőkben. Másik oldal. Majd állítsd meg a mozgást. Legyen behajlítva még mindig a bal térd, nyújtózkodj meg a lábujjakkal fölfelé, és most jön valószínűleg mindenki kedvenc gyakorlata. Hozd ki a bal térdet oldalra, és próbáld meg minél magasabban tartani a lábat, úgy, hogy közben a medence lehetőleg ne menjen ki jobbra. Tart a láb, lélegezz, és kilégzésre engedd le, zárd össze a térdeket, ülj hátra a sarkakra, engedd le a homlokot, könyököket a földre. Hunyd be a szemeket, és az egész testet lazítsd el, kapcsold ki. És itt a pihenésben csak figyelj, figyeld, hogy hogy vagy most. Akár vizsgáld meg, voltak-e gondolataid nehezebb gyakorlatok közben. Vagy csend volt benned, tiszta jelenlét, miközben koncentráltál. És most is figyeld, hogy milyen testen belüli érzeteket észlelsz. Lábakban, medencében, farizmokban, csípőkben, vagy akár az egész testen belüli térben. Még egy hosszú kilégzés. És a következő belégzésre nyújtózkodj meg előre a kézujjakkal, fejtetővel. Gyere, emelkedj föl. Ismét egy térdelő támaszba. Legyenek összezárva a lábak. Tenyerek a vállak alatt. És most a bal térd marad lent középen. Emeld el a jobb lábat. Nyújtózkodj meg a lábujjakkal jó magasra. Tartsd meg itt, és közben lélegezz mélyen, egyenletesen. Még egy belégzés. Kilégzés, hozd a jobb térdet a homlokhoz, domboríts, told magad a tenyerekből, tartsd meg, aktív legyen a has, aktívan told magad a karokból is. Még egy kilégzés. Belégzés, nyújts ki hátra a jobb lábat,
tarts meg, lélegezz. Még egy mély belégzési. Kilégzés, jön a jobb térd a homlokhoz, domború a hát, és belégzés, gyere homoríts, maradjon behajlítva a jobb térd. Hozd a sarkat még közelebb a medencéhez, és körözz a jobb térdel most a levegőben, minél nagyobbakat, végig figyelve a mozdulatot. Másik irány. És lassan állítsd meg a mozgást, maradjon behajlítva a jobb térd, emeld magasra a lábat, és innen hozd ki a térdet oldalra, tartsd meg a levegőben, ne vidd ki a medencét oldalra, tartsd, lélegezz, és engedd le a jobb lábat. Zárd össze a térdeket, sarkakat, ülj hátra, engedd le a homlokot, könyököket a földre. Csak lazíts, pihenj, lélegezz, és közben maradj éber. Figyeld a hatásokat, érzeteket. Még egy hosszú kilégzés. És aztán lassan hozd a tenyereket be a vállak alá. Belégzésre domború háttal, csigolyáról csigolyára, csukott szemmel emelkedj fel egy sarokülésbe. Utolsó legyen majd a fej. És hogyha megérkeztél, még egy picit maradj itt. Csak figyelj. És hogyha jól esne, végy egy mély levegőt, sóhajts. Majd nyisd ki a szemeket, és helyezkedj el hanyat fekvésben. Ha megérkeztél a hátadra, először csak hozd a térdeket a mellkashoz közel, öleld át a lábakat. Ha jól esne, egy párat gördülj a háton, oldalra, jobbra, balra. Majd állítsd meg a mozgást, és tedd le most csak a jobb talpat a földre, és a bal boka külső részét helyezd a jobb combra. Ha ezzel megvagy, emeld el a jobb talpat. A jobb karral nyúlj el oldalt a jobb láb mellett kívül, a bal karral pedig a két láb között, és kulcsold össze a kézujjakat a jobb térden. Teljesen laza mind a két láb, és csak a karok erejével, amennyire jól esik. Húzd közel magadhoz a lábakat. Figyeld a nyújtás érzetét. Lélegezz bele. Még egy hosszú kilégzés. És aztán lassan bontsd a kézujjak kulcsolását. Engedd vissza a jobb talpat a földre,
legyen 90 fokos szög a lábszár és a comb között, és most helyezd a bal talpat a jobb combra, jobb tenyeret a bal térdre, bal kart hozd oldalra, talajra, bal tenyér lefelé néz, és kilégzésre kezd el leengedni mind a két térdet jobbra, forgasd el az arcod balra, csavarodj bele, és belégzésre gyere vissza középre. Tedd le most a bal talpat, és a jobb boka külső részét helyezd a bal combra. Emeld el a bal talpat a földtől, bal kar jön a bal láb mellett oldalt, jobb kar a két láb között, kézujjak kulcsolnak, és minden kilégzésre a karok segítségével húzd közelebb a lábakat. Figyeld a nyújtást, oda lélegezz. Nyugodtan most már behunyhatod a szemeket is. Még egy hosszú kilégzés. Majd bontsd a pózt, engedd el a kézujjakat, tedd le a bal talpat, jobb talp a bal combon, bal tenyér a jobb térden, jobb kar a test mellett, és kilégzésre kezd el leengedni a térdeket balra, forgasd el az arcot jobbra, majd belégzésre gyere vissza középre. Még egyszer öleld magadhoz mind a két lábat. Hogyha jól esne, emeld el a fejet is. Gördülhetsz előre, hátra, jobbra, balra. Majd állítsd meg lassan a mozgást. Engedd vissza a fejet. Tedd le a talpakat, karokat. Nyújts ki mind a két lábat. Fordítsd az ég felé a tenyereket, hagyd ellazulni teljesen a lábfejeket. Most már legyenek a szemek behunyva, végy egy mély lélegzetet, egy nagyot sóhajts. Kapcsold ki, lazítsd el az egész testet, talpaktól fejtetőig. Engedd, hogy a lélegzet puhán, szabadon és könnyedén áramoljon. És minden egyes kilégzésre engedd még tovább lazulni a testet. Csak érezd, hogy a föld megtart. Te megpihenhetsz, ellazulhatsz. És ameddig jól esik, még maradj itt, egy pár percig a csendben, a passzivitásban. Teljesen ellazulva a relaxációban. Hagyd, hogy lecsengjen minden hatás, minden érzet. Én pedig köszönöm a figyelmedet. Namaste.